A vírus miatt beszűkült lehetőségek ellenére akadt pár opció arra, hogy az alkotás örömét a fotósok is élvezzék. Mi újság a Biatorbágyi Fotóklubnál, hogy vannak mostanában? Sújt minket a Covid, elzárkóztunk, sajnos megszűntek a közösségi együttléteink, erre kerestünk és találtunk megoldást. Az online térben egy Zoom csatornát bérelünk, és ott tartjuk a két hetenkénti találkozásainkat. Ezt próbáljuk meg minél érdekesebb tartalmakkal feltölteni. Hívunk előadókat szintén a Zoomra, próbálunk előnyt kicsikarni az ebben lévő lehetőségekből. Mire gondolok? Például Pécsről el tudunk hívni, vagy Szegedről, vagy messze vidéki városokból előadókat, akik pedig nem tehettünk meg a fizikai távolság miatt. Ugyanúgy megtartjuk az őszi és a tavaszi fotók kiállításainkat, igaz csak virtuálisan, töretlenül készülünk a szabad mozgás visszahozatalára. Már zajlik a Pest megyei értékeink, Pest megyei fotósok szemével pályázat. Mit mondana erről? A Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ szervezésében Kolcsár Béla igazgató úr neve által fémjelezve egy vándorkiállítást hoztak Pest megyébe. Pest és Hargita megye testvér megyévé nyilvánította egymást, és ennek keretében érkezett el hozzánk a kiállítás. És az egyik ilyen kiállítás avaton találkoztam Szabó István úrral, a Pest megyei közgyűlés elnökével, és beszélgetésünk során megemlítettem neki, hogy ezt illene viszonoznunk. A Pest megyei közgyűlés a költségvetési tárgyalásán napirendre vette, és a projekt mellé állt. Ugye ez arról szól, hogy Pest megyében lévő értékeinket, Pest megyében lakó, illetve Pest megyei fotóklubban tevékenykedő fotósok által megörökítve mutatjuk meg a világnak. Lesz két kimenete a pályázatnak. Egyrészt egy vándorkiállítás, amit Pest, illetve Hargita megye több településén bemutatunk, illetve készül belőle egy katalógus, ahol a zsűri által kiválasztott képeket bemutatjuk. Különlegessége a pályázatnak, hogy Pest megye meghatározta azokat az épített örökségeket, illetve azokat a természeti értékeket, amiket szeretné, ha fotóznánk. Körülbelül 15-15 érték van felsorolva az előbb említett két kategóriába. Elég jelentős összegű díjat szavazott meg a Pest megyei közgyűlés, összességében 600 ezer forintot osztunk szét a két kategória első három helyezettje között. Március közepétől lehet a képeket feltölteni a fotópályázat informatikai rendszerébe, április 18-án lesz a utolsó nap, amikor még fogadunk képet, április végére a zsűri elvégzi a munkáját, és május 10-én fogunk eredményt hirdetni. A zsűri elnöke Szalontai Ábel fotográfus, a MUME Média Intézetének igazgatója. A zsűri másik tagja Imre Tamás, EFIAC szintű fotóművész, illetve Törökcene István festőművész, a Pest megyei értéktárbizottság elnöke. Ön szerint a Biatorbágyi Fotóklub milyen eredményt fog elérni? Már az első beszélgetésen Szabó úrnak azt vetettem fel, hogy nem akarom, hogy mi fotózzuk meg ezeket az objektumokat, hanem fontosabbnak gondolom, hogy a Pest megyében élő fotóművészek, illetve jószemű fotósok vegyenek részt az alkotások elkészítésén. Nem tudom megbecsülni, hogy eredményt fogunk elérni. Nyilván azt várom, hogy minél jobb eredményt érjünk el, de